Sziasztok, ez itt újra a Finger csatorna, és ezúttal egy olyan sorozatot mutatok be nektek megint, amely teljesen új az én tekintetemben. Most kezdtem el nézni, tehát az első évadát hallhatjátok, láthatjátok, pontosabban annak bemutatóját és ismertetőjét. Ez itt a Downton Abbey lesz, amely meglepően sikeres lett az első-második évad során. Annyira, hogy a készítők az eredeti 3 évad helyett 6 évadot szántak a sorozatnak, ami szerintem egy nagyon jó dolog, persze akár még több is lehetne. Ez a sorozat a 80-as évek közepe óta a legnagyobb siker kosztümös drámák terén Nagy-Britanniában. Erre volt is egy lista, annó egy cikk is az interneten. Tehát a rendes sorozatok tekintetében, tehát nem mini sorozatok tekintetében, például a Büszkeség és balítélet volt, ami egy évad volt, aztán talán 5-6 rész volt, ha emlékszem. Igen, itt meg 6 évadról beszélhetünk. Ami érdekesség, hogy a Golden Globe-on is nyert 3 díjat a sorozat. Azt hiszem mini sorozat kategóriában is indult, illetve TV sorozat kategóriában is indult. Ami nagyon érdekes, hiszen mint mondtam, az igazából ez egy rendes sorozat. És például nyert Anna, az Annát alakító színésznő, pontosabban Joan Frogat, méghozzá egy színésznői díjat mellékszerep kategóriában, illetve jelölve volt a sorozat többször is a legjobb televíziós sorozat dráma kategóriájában. És hát meg is mit is nyert már Golden Globe-ot, mint mellékszereplő 2013-ban. De ugyanígy jelölve volt például, mint szereplő, a Mary-t alakító Michelle Dockery. És hát meg annyi más jelölést kapott, például a producerek vagy az írók tekintetében a sorozat. Szerintem megérdemelten. Hogy miért jó ez a sorozat, ugye? Ebből már át is hallottátok, hogy nekem is bejött és tetszett. Igazán érdemes volt megnézni. Köszönöm ezen túl is és ezúttal is azoknak a hölgyeknek, uraknak az ajánlás, hogy ajánlották a sorozatot. Hát az első ilyen pozitív az mindenképp a színészek. A színészi játéka. Egyrészt nagyon jó színészeket választottak ki, tehát akik egyrészt nem olyan nagy nevek. Ez szerintem sosem rossz, mert akkor nem másra fogunk gondolni a sorozat vagy film megtekintése után, esetlegesen, hogyha nem olyan jó a szerep, akkor esetleg gondoltunk más szerepkörére is. Például, ha egy Brad Pittet látnánk itt, akkor ez kicsit furcsa lenne ugyebár. Hanem egy kisebb nevű, de tehetségben és talentálásban. Szerintem sokkal nagyobb minőségű színészgárdát láthatunk. Itt van például Hugh Bonneville, aki az Earth, Robert Carvey-t alakítja. Ugye ő a feje idézőjelben az egész családnak, és a Grantham családnak, illetve hát a Downton Abbey kastély és az ő tulajdona. Pénzügyileg pedig a felesége örökölt, illetve kapott nagy sumát. Tehát ők ketten irányítják gyakorlatilag az egész környéket, illetve a Downton Abbey kastély, az ők és a birtok és a környék. Szerintem ő nagyon jól játszik, Hugh Bonneville. Az ő felesége az egyetlen egyébként, aki nekem annyira nem tetszik, Elizabeth McGovern, ugye Cora Crowley-ként. Tehát Robert Crowley-ként, viszont Hugh Bonneville, én úgy vélem sokkal erőteljes alakítást nyújt. A hangja, a hanglejtése, illetve az akcentus az egyébként nagyon hasonlít véleményem szerint Colin Firth-ére. Aztán itt van a három lányát alakító színésznő, Laura Carmichael, aki Edith-et alakítja, Lady Edith-et, illetve itt van Lady Mary, akit már mondtam, Michelle Dockery, illetve itt van még például a Sybil Crowley-t alakító Jessica Brown Finley is, akik szerintem kellően jól lettek kiválogatva, tökéletesek a szerepkörükre, a sztereopiára, amire ki lettek válogatva, hiszen mindegyik hölgy egy kicsit más karakterekorban is ugye teljesen különböznek, tehát Sybil a legkisebb, a középső, és Mary a legidősebb, és egyébként ez annyira látszik is viselkedésekben, illetve egymással való, hát néha féltékenység, néha irítség tekintetében, illetve veszekedések, különböző drámai esetek tekintetében ez is nagyon jól látszódik, és hát jó kis színészi játék tekintetében, úgyhogy minden dicsérete számomra a castingolós emberkének, aki őket megtalálta, és sikeresen belerakta a sorozatba. Nagyon jó ötlet volt. Aztán itt van például Thomas Barrow-t alakít a Rob James Collier, aki egy olyan karakter, akit utálni fogunk. Tehát az eddigi karakterek nagy részét szeretni fogjuk, ha nekem mondjuk Cora Crowley alakít
aki Tóth Elizabeth McAvoy színészjáték annyira nem is tetszett, a többieké mind a színészjáték, mind a karakterek nagyon bejöttek és szeretnivalóak. Például Robert Crowley az őr, ő például nagyon szerető, szigorúbb apa, de egy nagyon szerethető figura, igazságos, vélemény szerint és jó szívű figura. Ugyanez igaz majdnem a három hölgyem, és az első évad tekintetében. Ez mind nem jellemző más szerint, mert szerint Rob James Collier, aki Thomas tanakítja, az egyik ilyen inast, aki ki akar törni régóta ebből a szerepkörből, de többet akar annál, mint amit ő elért, és ehhez mindenféle undorító, mocskos dolgot ő bevet. Például mások ellen is, például Bates ellen, John Bates ellen, aki egy régi ismerős a Robert Crowley-nak, és volt katona a búrháborúban harcolt, és őt is például mindenféle dologba bele akarja vinni a dologba, aminek köze nem volt, illetve a sötét, idézőjelben sötét múltját is minél jobban fel akarja kutatni, hogyha esetleg talál ott valami negatívat, akkor azt felhasználhassa. Szóval egy nagyon idegesítő és nagyon nagyon gonosz karakter sok tekintetben, a sorozon belül mindenképpen. Őt nem fogjátok kedvelni, de hát az ő kimért színészi játéka is ehhez játszik hozzá egyébként, ahogy ezt megoldotta. Aztán ott van Mrs. Hughes, aki Phyllis Logan alakít. Ő is egy ilyen szerethető karakter véleményem szerint, tehát nem egy olyan karakter, akit utálni fogok, legalábbis az első évad tekintetében, ugyanis egy szerethető anya is minden tekintetben, véleményem szerint, illetve egy szerethető szerepet játszik mindenképp, de nem olyan sokat van jelen egyébként az első évadban, igazából egy mellék karakter ténylegesen véleményem szerint, tehát nem őt fogjátok legjobban kedvelni. Szóval ott van például a Daisy Mason-t, akit a Sophie McShera, aki érdekes, hogy 25 éves, meglepődtem, azt hittem, hogy 10-valahány, 18-17, nem látszik rajta a kor. Tipikusan az a karakter, aki szinte szerethető, de egy kicsit a sorozat első évadának tekintetében néha akár picit már idegesítően is vágyú, illetve félénk, és nem tudom milyen egyéb ilyen kicsit negatívabb jellemzőket agathatnánk rá. Ennek ellenére szeretni fogjátok az évad végére. Igazából ő mindig csak jót akar háttérben, csak sokszor rosszul sül ez ki, illetve mindenki hűséget akar, hűséggel akar mindenkinek szolgálni, illetve mindenkit tisztel, emiatt meg akar neki felelni, és ez azt utána galamajkákat és galibákat okozhat. Tehát ezt fogjátok látni igazából az első évad során. Aztán ott van például Mrs. Patmore, aki a szakácsnő, aki legtöbbször egyébként mindig ráförmel Daisy-re, különböző apró bakik vagy hibák okán is. Ő is egy szerethető karakter, mégis ő csak mindig jó kosztot akarja, és a jó minőséget akarja szolgálni a vendégeknek, akik ugye megjárnak, megszállnak, vagy megvacsoráznak Downton Abbey-be, vagy Downton-i kastélyba. A sorozat egyik fénypontja Maggie Smith, ez egyértelmű, Violet Crowley-t alakítja Robert Crowley édesanyját. Ő szerintem mindig is egy olyan színésznő volt, aki fényt hozott egy-egy akár gyengébb filmben is, vagy sorozatban. Kiemelkedett a többi színésznő közül, egy igazi lady, igazi ős színésznő dámája Nagy-Britanniának véleményem szerint, meg annyi nagy filmsorozatban, filmben, tévésorozatban játszott már. Voltak korábban is már egyébként kosztümös sorozat, amiben játszott, nem csak a Downton Abbey egyébként, és ezekben is elég nagy sikerrel játszott, tehát igazán sokan megszerették az ő egyes karakterét, tehát a színészi játék az ugye emlékezetes a legtöbb filmjéből, és hát még az ilyen kisebb kaliberű filmekből, mint az Eltakarítónő, például a Kokáirok, vagy például a Levendula illata, mind olyan erős alakítást tudott nyújtani, amire emlékezetesen emlékeztetünk rá. Aztán ott van a Gosford Park, ami egy hasonló típusú, hát ilyen kosztümös dráma, néhol krimi is, csak ugye nem sorozatban, hanem filmben, ez is már az ő repertoárjában volt, tehát várható volt, hogy valószínűleg itt is jól fog játszani, és ez nagyon is így lett. Nagyon jó egyébként a sorozatot tényleg feliratosan nézni, igazi angol akcentus, de érthető akcentus, nem mondjuk különböző vidék ekekhez köthető akcentus, vagy londoni lenne, vagy akármilyen, de rendes, nagyon jó érthető, nagyon tiszta hangsúly és akcentusú hangol, ami a sorozatban hallható. Ezzel meg is mitnél is jelen van, vagy az összes többi karakternél. Aztán itt van még Isabel
Crowley egyébként, ha jól emlékszem, de ebben már lehet, hogy javítsatok ki, de ő talán, ha jól emlékszem, kora testvére volt, de nem, akkor javítsatok ki, mert azért még minden névvel 100%-ig nem vagyok biztos a sorozat tekintetében. De ő is csak hát egy mellékszerepet kapott igazából, tehát nem nagyon fontos még az első évad tekintetében, hiszen még a többiről nem tudok mesélni nektek. Aztán itt van Brandon Coyle, aki a már emlegetett John Baines alakítja. Ő megint egy olyan karakter, akit nagyon imádni fogtok, akinek a múltjában tényleg vannak hibás részek, idézőjel van olyan háttértörténet, ami esetleg még máig fáj neki, ez látszik is sorozatban. És hát a gonosz emberek ezt próbálják ki is használni, de ezt már rég megbánt, és azóta is, meg azelőtt is próbált mindig legtöbb esetben tisztességesen élni, és a sorozat tekintetében ezzel mindig próbált túllépni és feldolgozni, de ez néha nehezen megy itt az első évad során is érthetően, illetve háborús balesete is volt, meg is lett a burháború is. Tehát nagyon sok mindent láthatunk ő rajta, a karakterén, az arcán, színész játékán, és hát közben meg kell gyakorlatilag törnie Downton kastélynak a köreibe, olyan szempontból mindenki megismerhesse, és mindenki tisztelje és elfogadja, mint új, és most hirtelen, hogy összekomolnyik szerepkörben van, illetve hát olyan ilyen inas és komolnyik között igazából. Tehát ő az, akit szerintem mindenképp szeretni fogtok, és azt pedig utálni fogjátok, aki az ő hibáit akarja kinagyítani, illetve a régi múlt sérelmeit akarja elővenni újra, hogy ezzel befeketítse, bemocskosítsa, na őket meg utálni fogjátok. Aztán itt van az Anna Vész rakító John Fragat, akit már mondtam, hogy nyert egy pár díjat, ő megint egy olyan karakter, akit szeretni fogtok, tehát ez a sorozat az első vad esetén legalábbis mindenképp tele van szeretett a karakterekkel, hogy említettem, Anna Vész és egy ilyen karakter, hoppá. Egyébként úgy látszik, ez egy spoiler is jelen helyzetben itt az IMDb-ben, most az IMDb-ben szoktam általában listázni a színészeket, de úgy látszik, itt már spoileresen írják ki a dolgokat, ami az első oldal még csak egy utalás, úgy látszik később ezek szerint már biztos dolog lesz. Ennél többet nem mondok, de szerintem észrevettétek, hogy mire gondoltam. Ő minden esetre Anna egy ilyen felszolgáló lány, házvezető nő alatti szobalány gyakorlatilag. Egy nagyon kedves karakter, akit szintén mindenki szeretni fog röviden. Aztán itt van még Joseph Mosley, aki egy másik családnak a komornyika, és hát igazából Matthew Crowley-ék komornyika, aki az évad elején kicsit becsömörlik attól, hogy alig kell dolgoznia, mert helyette ott az a család, Matthew Crowley-ék mindent megcsinálnának. Tehát igazából nem annyira igényelnék a komornyikót, az inas, stb., mert ők megcsinálnak helyettük mindent, felhúzzák az inget és a zakót, stb., amit ugye mondjuk megtenne helyette Mosley is. Ő is egy szeretett karakter, csak keveset szerepel az első adba, tehát igazából annyira nem emelném én ki. Aztán van Sarah O'Brien-t alakító szerzőnő, akit szintén utálni fogtok, ha már említettem a Thomas-t, a nevű karaktert, hát ő a másik, akit utálni fogtok. Az első évad végre talán egy picit változik a helyzet, de azért összességében nem fogjátok szeretni ezt a karaktert sem, ennél többet nem mondok. Aztán itt van még a Sibyl, akit mondtam, ugye a legkisebb lány, a legfiatalabb, 21-22 éves a sorozat idején, őt is nagyon szeretni fogjátok véleményem szerint. Tipikusan egy olyan karakter, akit hát nem lehet nem szeretni. Viszont ő is szerepelhetne még egy kicsit többet majd későbbiekben, remélem így lesz, mert a többi hölgyeményhez képest ő nem szerepel nagyon sokat, tehát Edithhez vagy Maryhez képest ő kevesebbet szerepel. Hát igazából talán ennyi karaktert emelnék ki így elsőre nektek. Ugye Matthew Crowley, nem említette, illetve az édesanyját, nem is tudom már, ja, bocsánat, az édesanyja lesz Isabel Crowley, ezt hiszem, akit így emlegettem nektek. Ugye hát ő, ha jól emlékszem, a kuzinja vagy unokaöccse Robert Crumb-nak, ez egy kicsit bonyolult az első évad elején, kikinek a kie. Itt öröklési, hát nem harc, mert igazából csak először terv, illetve a biztonsági kérdések az öröklést tekintve. És ennek az egyik főbb szereplője Matthew Crumbly, szintén egy szeretető és kedves karakter, akinek hát viszonya lesz az egyik hölgyeménnyel, az egyik lányjal, ami hát nehezen akar az első évad során megvalósulni, de azért közeledések vannak.
Ez az egyik, ami az ő karaktere miatt fontos, a másik pedig a emlegetett örökségi kérdéskörök. Ez az első két részben van igazán fontos központi elem, ez később is előjön, de az örökösödés az nagyon fontos ebben a korban és ebben a kosztümös sorozatban is. Ami viszont nagyon lényeges a sorozat tekintetében, hogy nem csak a színészi játékban olyan jó, hanem abban is, ahogy bemutatja egyrészt a cselédek életvitelét, életmódját, illetve azt, hogy a cselédek, inasók, házvezetőnök, komolynikok és sorolhatnám különböző embereket, szakembereket ezen a téren, hogyan élnek, mit éreznek a család iránt, akit szolgálnak, ezen kívül egymás iránt is, ugye akkor a munkakör iránt, van esetleg olyan közülük, aki ki akar törni, ilyen például egyként, akit nem említettem tényleg még, a Rose Leslie átalakított Gwen, ugye ő játszott a Trónok harcával is később, emiatt is akar annyira valószínűleg elmenni a karakter egyébként véleményem szerint írónőnek, ennyit azért elmondok, hiszen szerintem a másik évadban már annyira valószínűleg nem szerepel, igen, nem is szerepel a második évadban, ezért akar akkor annyira elmenni titkárnőnek, én ezt gondoltam, mert hát ugye majdnem ugyanakkor van a két sorozat egy év különbséggel, és hát a forgatások is közben játszanak, úgyhogy ezt is láthatjátok, illetve látni fogjátok a társadalmi, illetve a társadalmi rétegbeli különbségeket, illetve azt, hogy ki kihez mehet hozzá vagyoni viszony, vagy illetve háttér alapján, társadalmi réteg alapján, tehát ugye mit dolgozik, milyen körbe született, honnan származik, vagy például mondjuk érdekbeli szempontok, egyéb érdekbeli szempontok alapján, illetve nagyon szép még, amit mindenki kell emelni a sorozat kapcsán, a fényképezése. Tehát ez valami isteni véleményem szerint. Tehát egyrészt a minőség a fényképezésnek, a különböző technikák, amik más sorozatokban sem nagyon vannak néha jelen. Például az első egy-két részben már olyan részek vannak, amikor a kamera végigmegy a karakterekkel. Tehát bevezet szó szerint a Downton kastélyba minden nézőt, nem csak a karaktereket, illetve azt az adott személyt, hanem tényleg konkrétan bevezet, bevisz minket Downton kastélyba, fizikálisan is, hanem is jelen valójában, de a sorozat tekintetében teljesen bemutatja a környéket és a kastélyt és az egyes karaktereket ezzel a módszerrel. Tehát tényleg a kamerát nagyon innovatívan használják, amit nem számítottam ebben a sorozatnál, hogy ez így lesz, és nagyon pörgős is sokszor, például az első néhány rész során, ez később is nagyon pörgős a kamera és a vágás tekintetében a sorozat. Tehát nagyon sokan azt mondják, ez nekem egy meglepetés volt ugye, hogy lassú, meg nyálas, meg nem tudom, romantikus, nem tudom milyen sorozat ez, pedig ezekből már látszik, hogy nem. Tehát, hogyha megnézzük a fényképezését, a vágás technikáját, akkor egy nagyon feszes tempó, nagyon pörgős, nagyon gyors sorozatot fogtok kapni. És hát a játékidő is ehhez igazodik, hiszen olyan 40-45 perces egy rész. Az első, illetve az utolsó, tehát a kezdő záró részek egy órásak, egy kicsit több, és a többi rész azért 40-45 perc, tehát ez is ehhez igazodik igazából, hogy pörgős sorozatról beszélünk. Néha szinte egyébként szinte már túlantúl gyorsan vágnak a következő jelenetbe az előzőből, tehát pont nem lehet azt mondani rá, hogy unalmas lenne, mert már maga a szerkesztése a sorozatnak olyan, hogy nem tud azt mondani, hogy mondjuk unalmas vagy lassú lenne. És akkor ugye jönnek még az események, hogy szintén meglepett engem, hiszen a különböző események és meghökkentő esetek, részek is azért benne vannak a sorozatban. Persze a történet összességében ennek az első évadnak legalábbis, meg a sorozatnak nem egy átütő és hatalmas meglepetés is tele van ármánykodással, illetve hatalmas meglepetésekkel és szájcsattanással, meg álleeséssel, de ehhez képest, hogy végülis ez egy kosztümös sorozat, ami az 1912-es évtől kezdődik, a Titanic balesetétől követi végig, követi nyomon ezt a családot és a körülötte lévő felszolgálókat, illetve az ott dolgozókat. Tehát nem gondoltam volna, hogy azért lesznek benne tényleg azért események ennyire, és két-három részenként mindig van egy nagyobb esemény sor, és hát ármánykodás is van, csak kisebb mértékben, mint mondjuk egy más arra alapuló sorozatban. Itt ugye ezért mégiscsak egy drámáról, egy romantikus drámáról beszélünk, és ez a kettő a fő jellemzője természetesen az évadnak, az első évadnak is. Viszont vannak benne azért ilyen meglepő dolgok, amikor kiderül egy-egy karakter háttere, múltja, ami azért nem olyan tiszta, mint gondolnád, vagy történik egy olyan nagyon durva, hát nem gyilkosság, mert nem gyilkosság igazából,
azt hiszem, hogy szívleállás történik, ami hát azért hatalmas galibákat is gondokat okozhat, főleg ilyen nagy nevű családnak, ennél már többet tényleg nem mondok. Aztán például itt van az örökösödési dolog, amit említettem, és persze szerelmi afférok is, és bajok. Aztán ott van például még a két áskálódó karakter, akit említettem, Thomas és egyébként O'Brien, és egy tiszta hölgyem ilyen szempontból, szóval vannak benne események. Tény, hogy az első évad érezhetően egy bevezető évad. Ez egyrészt látszik a költségvetésen olyan szempontból, a fényképezésen például pont nem, de a költségvetésen igen, hogy kevés helyszínt szerepel az első évad. Valószínűleg azért lehetne több helyszín is, hiszen ugye az Earl az megtehető, hogy ide-oda elutazik például, stb. És követhetné ugye a történet, de valószínűleg erre lehetősége sem volt a készítőknek az alacsonyabb kezdőköltségvetés, sokan ez valószínűleg a később még változni fog, hiszen egyre sikeresebb, egyre nagyobb költségvetéssel rendelkezhetett a sorozat valószínűleg. Tehát ez látszik egy kicsit rajta, hogy próbáltak helyszínekkel spórolni, próbáltak egy-két olyan eseménnyel spórolni, legalábbis a második évad rátrakni, például első világháború kitörése, amivel az első évadban még talán nem kell annyit költeni. A második évadban már az első világháború valószínűleg kezdéskor fontos szerepet kap, hiszen az első évad az talán nem spórol, az első világháború kitörésével zárul. Egészen ugye a Titanic balesetétől láthatjuk, követhetjük nyomon ugye a családot és az ott dolgozókat. Tehát ilyen szempontból is jól keretbe foglalják az első évaddal ezt a sorozatot, hogy fontos történelmi események határolnak be egy-egy évadot. Gondolom később is valami hasonló szisztéma várható, legalábbis remélem. Tehát ilyen szempontból van egy kis történelmi éle is a sorozatnak, azt is láthatjuk már az első évadban és egy kicsit, hogy milyen félelem van az első világháború kitörésétől, ami gondolom a másik évadban fog már realizálódni teljességgel. És azt is láthatjuk, hogy a Titanic balesetnek milyen hatása van egész általában az emberekre, és ott leginkább a Downton Abbey egész ott dolgozóira, illetve az ott élő, ugye, ott élő arisztokratákra. Hát konkrétan az örökösödésbe is beleszól, de most ebből nem mondok többet, tehát ebben is okoz gondokat, ezért is kerül Matthew Crowley, és ezzel is egy meglepetést adott számomra a sorozat, hogy még egy kis történelmi élet is van az első évadban. Ami talán baja, már említett, szerintem szerint legalábbis nem olyan, a többi színész és színésznőhöz képest nem olyan jó játéka rendelkező. Elizabeth McGovern az a kora Crowley karaktere és színészi játéka mellett, az talán az, hogy rövid az első évad, egyszerűen tényleg ez a 7 rész, ez kevés, ugye későbbiekben 8 rész lett és plusz egy karácsonyi speciális adás, tehát összességében 9. És talán úgy már jobb lesz, hogy nagyon jobb képet fog adni, de még úgy is egyébként kevésnek hat, mert egyrészt nagyon jó pörgős, nagyon jó sorozat, minőségi sorozat, főleg ebből a korszakból manapság, tehát nem is nagyon van más sorozat, legalábbis amit jelenleg tudok. Tehát egy olyan sorozat, amit minél tovább nézne az ember, és ez látszik egy kicsit, mondom, a történet vékonyságában, tehát és egyes karaktereknek a hirtelen jött múltjának megismerése, mert ezt néha nagyon hirtelen hozzák be. Nincs idő mindent olyan részletesen néha kivesézni. Vagy nagyon sok mindent megtudunk az egyes karakterekről, mégis néha talán az az érzés az embernek, hogy van egy kis hiányérzet a kevés 7 rész miatt. És hát, ami talán még néha egy kis negatívumot ad az első évadnak, az egy-két jelenet sok kicsit nagyon szimpatias, és bele van adva az adott monológ vagy párbeszéd egy karakter vagy nőszínész szájába. Legalábbis én kicsit így éreztem. De ezen kívül nagyon-nagyon sok hibája nincs, tehát tényleg annyi még, hogy nagyon bevezető érzete van az első évadnak. Lesznek itt sokkal nagyobb dolgok is valószínűleg későbbiekben, de a karaktereket mindig meg kell ismerni egy sorozat terén az első évaddal, tehát is egy lefektetés mindig kell, ezt is adja az első évad. Mindazon meglepetések, pozitív meglepetések mellett, amiket említettem. Ami még nagyon meglepő volt, hogy ez az eleje nagyon hangulatos, jó kedvet és békét ad. Vagy az egész sorozat is ennek elején, vannak benne drámai dolgok, mégis valamilyen békés hangulata van, meg boldoggá teszi majdnem az ember szívét, mondhatnám viccesen. És tényleg, de tényleg jó egy ilyen sorozatot látni, ami nem az ugyanolyan ördöklős, meg cselszövős, meg véres, meg szexes, meg nem tudom milyen sorozat, amiből most tényleg van néha egyszerre 5 is, meg horror sorozat. Szóval van, ezek között is vannak jók, de ha mindig olyat néz az ember, akkor belefásul. Jó látni néha egy ilyen sorozatot is,
mint a Downton Abbey, és én mindenkinek tudom tényleg ajánlani, hölgyeknek, uraknak, fiataloknak, felnőtteknek. Én szerintem ez egy olyan sorozat, ami a némely negatív előhíresztelés ellenére minden korosztálynak ajánlott lehet, és nagyon jó angol tanulásra is, mert tényleg annyira érthető az angol nyelv rajta, hogy érdemes fiataloknak is tényleg már emiatt is megnézni a sorozatot. És én egy olyan 86%-ot adok az első évadnak, szerintem egy egész szuper évadról van szó, viszont úgy érzem, hogy később évben ez még lehet jobb is. Remélem, hogy jól érzem, ezt majd esetleg a már sorozatot végig megismerő nézőktől esetleg megtudom, de spoilereket azt nem kérek természetesen. Úgyhogy mindenkinek tehát csak ajánlom a Downton Abbey-t, és nézzetek minél több évadot belőle, ha lehet. Én természetesen folytatni fogom a második évaddal és a többi évaddal, és azokat is be fogom nektek mutatni, amennyire lehet, azért nagyon spoilerek nélkül, ha lehetséges. Úgyhogy örülök, hogy meghallgattátok, megnéztétek ezt a mai szériázadást is, és előre menjetek a Downton kastélybe, és nézzétek meg elejétől a végéig, kívülről, belülről, vagy magát a sorozatot, és egyébként a kastélyt, ha jól tudom, lehet látogatni, és nagyon sok régi film is forgatott a környékén, vagy magában a kastélyban. Például ott van a Titkos Kert című klasszikus nagybritanniai vagy angol regény, a sztori, úgyhogy több megfelelősítést is kapott, egy minisorozat, illetve egy film keretében. Például azt is forgatták ott, és egy egész jó filmecske volt a 89-es években. Úgyhogy ez egy olyan kastély, amit már sok helyen láthattatok, de talán ilyen részletesen, ilyen mélyen, és ilyen jól, mint ebben sorozatban még sosem. Búcsúzom tőletek, sziasztok!